Kollégáink, akik szinkronizálnak filmeket, és ezt megirigyeltük tőlük, és pont ezért mi is egy filmet fogunk szinkronizálni. A továbbiakban indulhat a film ugye a képzeletbeli képernyőn, egy erotikus filmet fogunk szinkronizálni. Mindenben meg lehet találni a művészet csíráját. Te leszel Django a pizza futár. Aha, az a néger? Ez csúnya szó, nem használunk ilyet, hogy miért. Akkor a feka. Ez is csúnya szó, vigyázz, hogy mit mond. Akkor a boxos. Csúnya szó, mit szól a médiahatóság. Akkor a nagy farkú. Ez jó lesz. És te leszel Michel? Miért mindig én vagyok a nő? Hát ezért. Na de merüljünk el a karakterek motivációiban. A forgatókönyv szerint te milyen nő vagy, ilyen extrovertált karrierista, vagy introvertált partnerfüggő? Nagy mellű. De csak van még benned valami? Szilikon. Jó, akkor ezt hagyjuk. Szerintem a színészet egy érzelmi csere a nézővel. Én mit adjak át? A pizzát. De az olyan unalmas. Képzeld, hogy Kürtőskalás, kezdjük már el jól. Tehát megérkezel, köszönsz. Igen. Kopogok. Köszönsz. Bort, búzát, békességet adjon Isten. Adjon Isten, mi Django székelyföldi? Figyelj, nézzük meg eredetiben, mit mondanak, és akkor majd lefordítjuk. Tehát én megérkezem, azt mondom, hogy baby itt a csoki fiút. Nem pizzafutár. Mindegy. És te majd azt mondod, hogy el akarok olvadni a kezedben. Hát de... Nem, én vagyok a csoki. Mind a ketten csokik vagyunk. De te nem vagy fekete. Én fehér csoki vagyok, bazd meg, csak kezdjük el ezt. Akkor elkezdem én, tehát, és te majd improvizálsz. Beszélgetnek angolul, én nem értek annyira angolul, hogy miről. Elkezdem. Jó. El akarok olvadni a kezedben. Most mondj te valamit. A pizza 1500 forint lesz. Ez egy erotikus film. Bocsánat. A pizza 1500 forint lesz. Fizetetek ért a természetben? Igen. Akkor tessék, 10 kiló krumpli. Na. Megy ez nekünk. Megy, nem hiába kaptunk Kossuth díjat, a folytassuk. Most oda nyújtom a melltartóthoz, nagyon tetszik ez a melltartó, baby, megkaphatom. Nesze. Mi az, hogy nesze? Most te nem voltál erotikus? Nesze. Na attól, hogy teszel valamibe egy H betűt, még nem lesz erotikus. De. Bizony itt be. Axiádobos, cséplőszerkezet és magelválasztós aratógép. Az meg mi? Combine. Nagyon erotikus. Jó van, folytassuk el, te kis szöszi. Miért karmoltál meg? Miért húztad meg a hajam? Biztos nem osztál ketchupot. Mi? Azaz, mert rossz fiú voltál. Mit adhatnék, hogy kiengeszteljelek? Ketchupot csesz meg, hát. Most elővettek egy tejszínhabsprét. Pizzára tejszínhabot? Mi lesz itt? Hasmenés. Most meg oda bilincseli a lányt az ágyhoz. Ez nagyon veszélyesnek tűnik. Igen, főleg, ha jön a hasmenés. Ugye? Igen. Honnan van a futárnál korbács? Biztos lovon hordja ki a pizzát. Most levetettem az ingemet, mondjál gyorsan valami kedveset. Kivasalhatom. Erotikusabban. Kivasalhatom erotikusabb? Jó. Most a nadrágomat is levetettem. Kimoshatom. A cipőmmel meg az... Lószaraz és huszter? Nem vagyok. Most meg beülköztünk mind a ketten tetőtől talpig fekete latex gumi ruhába. Miért? Biztos meg búvárkodni. Tudjuk, mi ezt szinkronizálni? Persze, gyere, improvizálni fogunk. Ha jöjj le, Django, nézd meg ezt a frissen polírozott parkettát. Nagyon tetszik, baby, és nagyon tetszenek az új PVC nyílászárók is. És frissen meszeltük a plafon. Matt disperzitte? Matta. Ne őrjíts meg. De, 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 de. És gipszel gletteltünk. Azta, mi lesz itt? Ki fog hűlni a pizza? Ha minden szombaton új videót szeretnél látni, kattints a nénire!